A házigazda Sárospatak mellett Buzita, Szerencs, Encs, csak néhány település, ahonnan gyerekek érkeztek az idei 20. zempléni gyermekszólótáncfesztiválra. A már nagy hagyományokkal rendelkező esemény egy állandó megmérettetést jelent a fiataloknak. Itt nem csak bemutathatják tudásukat, hanem egyben össze is mérhetik azt a többi, más művészeti iskolából érkező táncossal. A jubileumi esemény éppen ezért minden eddiginél színesebbre sikeredett. A szervezőket pedig idén is több cél vezérelte. Magyar Kultúra Napja méltó megünneplésére egy olyan rendezvényt akartunk létrehozni, ahol a folklór, a hagyományos paraszti kultúra van a középpontban. A másik gondolat pedig az, hogy a gyermekeknek egy olyan tehetséggondozó programot létrehozni, amely fejleszti őket mind előadásmódban, mind a táncanyag ismeretüket bővíti, mind az ének kultúrájukat, a népzenei kultúrájukat, illetve hát bemutatja a viseletkultúrát is. A 20. zempléni gyermekszóló táncfesztivál egy meghatározó évnyitó eseménye intézményünknek most már több mint két évtizede. Amit mi kaptunk, az mindenképpen az a megerősítés, hogy a néptánc mozgalom Sárospatak központtal működik, él és vannak követői, hiszen ahogyan a bevezetőben is elmondtam, a 20 versenyen, ha átlagban csak 50 gyerek fordult meg, de ettől jóval több, akkor is közel 1000 fiatal táncos mérettette meg magát itt ezen a színpadon. A fiatalok ebben az évben kötelezőként a szatmári falvak táncanyagát mutatták be. Aztán ahány gyermek, annyi szabadon választott táncot láthatott a közönség. Anyanyelvünkön való beszéd, Kodály mondja az anyanyelven való éneklést, és Timár Mester pedig azt mondja, hogy az anyanyelvünkön való táncolás, ami gyakorlatilag mindenkinek kötelezőnek kéne, hogy legyen. Meg kéne tanulni. Hát magyarok vagyunk, benne van a személyigazolványunkban. Magyar állampolgár vagyok. Tudnom kéne ennek az államnak a kultúráját. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek ezen felül még, hogy egyáltalán már foglalkoznak vele, még eljönnek versenyre, plusz munkát fektetnek bele. Ott vannak a pedagógusok, akik plusz időt ölnek ebbe a történetbe. Ebből a szempontból nagyon fontos. Az esemény részeként önálló produkciót mutattak be az Örökös Kaláris és Örökös Bokréta díjasok. A számos díjazott között négy sárospataki táncos kapott örökös díjat, illetve többen külön díjban részesültek.